Slakta Margit a boldog békeidőben született Kassán egy középosztálybeli jómódú családban. Tanári diplomát szerez, közben megismerkedik a katolikus nőmozgalommal. A tanítás és a patronesz munka után belép az alakuló missziótársulatba, ahol a külső munka irányítója 26 évesen. Az első világháború utáni összeomlásban azonnal feltalálja magát, és a tejtermelő szövetkezeti keretek között tovább élteti a missziótársulatot. Aztán bekövetkezik az első nagy fordulat az életében. 1920-ban, 36 évesen hazánk első női parlamenti képviselője lett. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slakta Margit létrehozott egy politikai pártot is, a Keresztény Női Tábort. Egy olyan szerzetes nő, a mi alapítónk, aki úttörő volt a maga korában sok tekintetben, akár azt a hihetetlen mozgalmi munkát, amit a gyermeknő és családvédelem érdekében kifejtett, a úgynevezett keresztény feminista, aki a nők jogaiért harcolt, és egyben a nőiséget is megőrizte, bele akarta vinni a női szempontokat a parlamenti munkába, aki anyja akart lenni parlamenti képviselőként az első kerület gyermekeinek, segíteni az időseken, de aki mindig Isten szemével nézte a földi élet eseményeit, és akinek az volt a legfontosabb mindig, hogy ezekből a dolgokból végső soron mi lesz. Aki Isten törvényét és a keresztény erkölcsöt tartotta nagyon fontosnak, és a korát megelőzve, az egyház szociális tanítását is bizonyos mértékben megelőzve, a legszociálisabb dolognak a lélekmentést tartotta, mert hogy a gazdasági és a politikai struktúrákat, azokat változtatni kell, dolgozott is ezért, jó törvényeket kell hozni, amivel elkerüljük a bajokat, de a bajok oka végső soron a bűn. Nemrégiben kerültek elő azok a filmfelvételek, amelyeken Slakta Margit 1920. március 28-án átveszi a parlamenti mandátumát. Magyarország történetében is nagy pillanatok voltak ezek, hiszen első női képviselőként nagyobb nyilvánosságot kapott a keresztény női feminizmus. Április 23-án a Nemzetgyűlés 33. ülésén hangzott el Slakta Margit első beszéde a Törvényhozás házában. Beszédében kitért a keresztény Magyarország újjáteremtésére, valamint a Horthy korszak kezdő időszakának szociális, közerkölcsi kérdéseire, illetve a nők társadalomban betöltött szerepére is. A beszéd nagy visszhangot váltott ki, számos hazai hírlapban tudósítottak róla. Például a Budapesti Hírlapban megjelent tudósítás szerint az egész nemzetgyűlés nagy érdeklődéssel várta az első képviselőnő felszólalását, a karzat megtelt hölgyközönséggel, hogy meghallgassák Slakta Margit első parlamenti debütjét. Néhány évvel később már is itt a második világháború, és benne a fajelméleti új pogányság gondolatainak térnyerése. Ennek az új korszellemnek Margit testvér és az általa alapított Szociális Testvérek Társasága teljes erejével ellenáll. Slakta Margit testvér többször felszólalt a zsidók érdekében. 1941 telén a Körösmezei deportálás ellen tiltakozott. 1942 tavaszán pedig, amikor a szlovákiai deportálásokról befutottak az első hírek, Slakta Margit személyesen győződött meg a tragikus helyzetről. Miután 1943. február 8-án Szlovákia bejelentette a teljes zsidótalanítást,
Margit testvér nem nyugodott. Rómába utazott, és 1943. március 11-ére sikerült is kieszközölnie a pápai kihallgatást, melynek eredményeként 12. Pius pápa utasította a 7 szlovákiai püspököt, hogy tiltakozzanak az államelnöknél és a minisztereknél, valamint elrendelte, hogy Szlovákia összes templomában tiltakozó pásztorlevelet olvassanak fel. Mindezek eredményeként a deportálás elmaradt. Keresztény hite, humánuma, életveszélyt is vállaló embermentő munkára sarkalta. A szociális testvérek mintegy 1000 zsidót mentettek meg. Ezért az embermentő szolgálatért Slakta Margit Yad Vashem emlékérmet kapott. Margit testvér az 1945. évi nemzetgyűlési választásokon párton kívüli jelölként a Polgári Demokrata Párt listáján került ismét a parlamentbe. Egy nehéz politikai környezetben kezdte meg a munkáját tehát Slakta Margit, azután, hogy 23 év telt el a parlamenti képviselőnői első periódusához képest. 1945 őszén voltak a nemzetgyűlési választások, és ezek a választások nagyon speciális választásokat jelentettek, hiszen a Szövetséges Ellenőrző Bizottság és a nagyhatalmak kérésére bizonyos értelemben korlátozták azoknak a pártoknak az indulási lehetőségét, amelyekről feltételezték, vagy úgy gondolták, hogy ebben az új érában gondot jelenthetnek. Ez nagyon sok pártnak okozott nehézséget, de Slakta Margit életében is ez azt jelentette, hogy ő nem tudott a keresztény női tábor számára működési engedélyt, és ezáltal a választásokon indulási lehetőséget szerezni. Ezért ő a Polgári Demokrata Párt listáján került be végül is a 45-ös nemzetgyűlésbe, ahol aztán párton kívüliként jelölték a munkáját. Voltaképp az új nemzetgyűlés időszakában ő 1946-tól vett intenzíven felszólalások szintjén, hozzászólások szintjén is részt, és ugye ez egy nagyon-nagyon fontos időszak volt Magyarország történetében, hiszen ekkor került terítékre például az államforma kérdése is, és ez nyilvánvalóan Slakta Margitnak, akinek a legitimista meggyőződése változatlan volt, egy sarkalat kérdést jelentett. 1946. január 31-én fel is szólalt a parlamentben ebben a tárgyban, és abban a hangulatban, amikor tulajdonképpen az egész ország és a parlament maga is a köztársaság kikiáltása és deklarálása lázában égett, ő kételyeket, kétségeket, kritikákat fogalmazott meg beszédében. Slakta Margit ugye ekkor már 60-as évei elején jár, nagyon nagy aktivitással és elszántsággal lépett be ismét a parlamentbe, és képviselte ott változatlan integritással a nézeteit, és nyilvánvaló, hogy egy olyan politikai közegbe került, amely egyébként is nagyon sok problémás, kritikus kérdésben nehezen kibontható feladatokat vállalt magára, tehát egy olyan parlamenti millióbe csöppent, ahol az ő nézeteit nem fogadták kitörő lelkesedéssel. Sőt, nem csak, hogy nem fogadták kitörő lelkesedéssel, hanem egyre inkább teret kapott azoknak a közbeszólásoknak és a megzavarására tett kísérleteknek a sorozata, ami azután ebben az időszakban egyre fokozódó mértékben nehezítette meg az ő szerepvállalását. Az 1947-es választásokon viszont már a keresztény női tábor programjával jutott mandátumhoz. A következő, talán egyetlen megmaradt hangfelvételen Slakta Margitot halljuk, amint elmondja a választások előtti programbeszédét. Tisztelt választópolgárok! Az utóbbi napokban egymás után hangzottak el a rádióban a választási programbeszédek. A keresztény női tábornak, a nők pártjának nevében én is szólni óhajtok a választókhoz. Tekintvén magát a választójogi törvényt,
és az összes körülményeket, érthetően felmerült az a kérdés, ne maradjunk-e passzivitásban. Hogy mégis amellett döntöttem, hogy ismét kibontom a keresztény női tábornak zászlaját, melynek első emlékdátuma 1919, annak indító oka az, hogy a választók széles köreiből annyi bizalom áradt a női tábor felé, hogy egy nagy lelki igényt és várakozást hagytunk volna kielégítetlenül, ha nem megyünk bele a választási küzdelembe. Szenteljünk most néhány gondolatot a jobb és bal oldalt elválasztó leglényegesebb különbségre. Ezt az elválasztó vonalat a két tábor közt a világnézet vonja meg. A keresztény pártok transzcendentális világnézeti alapon állnak, a marxisták pedig az anyagelviséget, a materializmust vallják. A keresztény igazságoknak a szociális munkatérre kiható legösszefoglalóbb kifejezése 13. Leó pápának Rerum Novarum kezdetű halhatatlan enciklikája, szemben Marxnak Kapitál című munkájával. A keresztény női tábor is világnézeti párt, mégpedig elsősorban az. Programja a 10 parancsolatnak érvényesítése a törvényhozásnál. A 10 parancsolat azokat az erkölcsi törvényeket foglalja magában, melyek nélkül tartósan állam vagy társadalom nem maradhat fenn. Ezért a női tábor programját valójában párton felülinek, irányzatát gyökérpolitikának nevezhetjük, amely párt a 10 parancsolat ellenére alkot jogot, az rövid időn belül meg fogja tapasztalni, hogy rombol, vagy amennyiben építésről egyáltalán szó lehet, csak kártya várakat emel. Ebben a második parlamenti ciklusban már, mint a keresztény női tábor képviselője, három másik társával együtt egy kis frakciót alkotva, tulajdonképpen a demokrácia utóvét harcát vívta. Nem is tudta teljes mértékben kitölteni ezt az időt, mert 1948-ban, amikor 1948. június 16-án az iskolák államosítása került terítékre, és ő hát nem csak felszólalt, de a ház asztalára rengeteg tiltakozó levelet is letett ezzel kapcsolatban, akkor egy olyan jelenetre került sor, amely miatt őt 2-6 hónapra, vagyis aktuálisan ennek a parlamenti ciklusnak a végéig kitiltották a parlamentből, tehát a mentelmi jogát megvonták, és az ő parlamenti működése itt véget ért. Tudnélik, ő tényleg az összes rendelkezésére álló eszközzel próbált küzdeni a felekezeti iskolák államosítása ellen, és amikor ezt a törvényt a parlament ugye név szerinti szavazással, amelyet a Demokrata Néppárt vezetője Barankovics István kért, de mégiscsak megszavazták, akkor ő a himnusz alatt ülve maradt. Azért ez egy rendkívül példátlan, és ha meggondoljuk, egy nagyon bátor cselekedet, hiszen egyáltalán nem vádolhatjuk Slakta Margitot hazafiatlansággal, magyarságához mindvégig híven kötődött, de úgy érezte, hogy egy nagyon erős gesztust kell tennie, amellyel azt demonstrálja, hogy ez nem a magyar nemzet és a magyar nép érdekében történt ennek a törvénynek a megalkotása. Viszont így nyilvánvalóan jogalapot teremtett arra, hogy a parlamenti munkáját korlátozzák. Letartóztatásától tartva, 1949. januárjától a Domonkos nővérek zárdájában rejtőzött. Még beadta indulási kérelmét az 1949. évi választásokon, de azt az illetékesek elutasították. A választás napján, május 15-én megjelent az urnáknál, kockára téve személyes szabadságát.
1949. június 22-ről 23-ára virradó éjjel két szociális testvérrel együtt Ausztriába, és onnan szeptember 16-án Tóth Etelka álnéven az Amerikai Egyesült Államokba távozott. Visszatérési szándékkal ment el, de már nem jöhetett vissza. Budapest 1949. június 20-a. Kedves Paula testvérem, kedves testvérek! Nem közöltem veletek, hogy hova utazom, nehogy nektek abból kellemetlenségtek legyen. De ha indokolt esetben felnyitottátok a borítékot, akkor elolvashattátok, hogy kiutaztam határon túlra, hogy kint lévő letelepedéseinket, melyeket 12 éve nem látogattam meg, kötelességszerűen végig vizitáljam. Ti tudjátok, hogy sohasem akartam kimenni. Most sem olyan értelemben megyek, hogy disszidálni akarnék. Azonban miután a Népfront országos központja nem adta meg a május 15-i választásokban való részvételt, itt megszűnt az a lehetőség, hogy mint keresztény ellenzék szolgáljam a hazát. Kint viszont éppen a közügyek miatt az ostrom óta háttérbe szorított társulati kötelességemnek tehetek eleget. Amint munkámmal kint készen vagyok, sietve térek vissza, bízva a gondviselésben, hogy visszasegít, mert tiszta szándék vitt ki, és tiszta szándék hoz vissza. Sajnálom, hogy feketén megyek, de hiába kértem az összes fórumoktól kiutazási engedélyt, mikor tavaly a parlament egy évre kizárt. Akkor meg lett volna az időm, hogy elvégezzem körutamat, azonban amely fórumokhoz csak fordultam, egyik sem volt hajlandó még csak fogadni sem, így a belügyminiszter, a miniszterelnök, az államelnök. Ortutai miniszter, akihez hivatalosan tartozunk ilyen ügyekkel, első alkalommal szívesen fogadott, és magáévá tette az ügyet. Megkérdezte, hogy szándékozom-e visszajönni. Biztosítottam, hogy igen. Később kitért azelől, hogy a kiutazási engedély megszerzésének útját egyengesse. Minthogy nincs Isten adta joga egy kormánynak sem, hogy megakadályozza polgárait kötelességük teljesítésében, és indokolatlanul is bezárja a határok közé, erkölcsileg igazolt engedély nélküli kiutazásom. Nem fogtok rólam hallani éppen azért, mert leghatározottabban vissza akarok állandó munkahelyemre jönni. Imátokat kérem, hogy ne nélkülözzem az irgalmas Isten segítségét, és kérlek titeket, hogyha kiderülne ideiglenes távozásom, igazoljatok majd annak idején. Ti tudjátok a legjobban, hogy a hazát itt hagyni nem akartam, és nem akarom, de a kötelesség visz, és az hoz vissza. Kedves Paula testvérem, kedves testvéreim, imádkozzunk egymásért a remélt viszontlátásig. Mindnyájatokat egész lelkéből ölel a hivatás egységében, Margit testvér. Ő nem úgy ment ki, hogy ott a helye és Amerikában kell maradjon, hanem úgy ment ki, hogy menekülnie kellett, gondolta nem baj, körbejárja a már virágzó közösségeket Amerikában, és visszajön. Meg is próbált visszajönni, eljött Bécsig, és vállalkozott volna arra, hogy átszökik a vasfüggönyön, csak hogy hazajöjjön. Többen lebeszélték, hogy ez nem biztos, hogy egy jó ötlet. Így ragad ő kint Amerikában, ami egy nagyon fájdalmas időszak. És nem arról szól ez, hogy odaszól a hívás, és elengedek mindent, és ott beleállok valamibe, hogy kivirágoztassam. Az ő szíve itt marad. Látja, hogy amit felépített, az összeomlik. Vagy legalábbis úgy tűnik kívülről. Nem tudja megállítani azt a történelmi gépezetet, a diktatúrákat, ami bedarálja nem csak az ő munkáját, hanem az országát, az egész kelet-európai régiót, ahol már mindenhol virágzó közösségek voltak. Elérkeznek hozzá a hírek a szeretes rendek megszüntetéséről, a testvérek bebörtönzéséről. Tudjuk, hogy évekig bombázta az ENSZ-et levelekkel, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy itt mi történik. Ő, aki köveket tudott mozgatni,
Rómáig elment, amikor a zsidóság mentéséről volt szó, hogy deportálásokat megakadályozzon. Most is mindent megpróbál, minden elképzelhetőt, hogy a világ figyelmét felhívja arra, hogy mi történik itt a vasfüggöny mögött. És el kell fogadja azt, hogy tehetetlen ezzel szemben. Nagyon érdekes olvasni az írásait, például a háború utánit, amikor azt írja, hogy azt hittük, hogy a fasiszta diktatúra a legnagyobb rossz, és hogy ez ellen kell leginkább küzdeni, és most látjuk, hogy az, amiben most vagyunk, az sokkal veszélyesebb, mert ez nem nyíltan támad, és kevésbé lehet észrevenni. Nem annyira vagyunk közvetlen életveszélyben, nem látjuk a pusztítását. És nagyon hasonló a helyzet most is ezzel a, hát nem is tudom minek nevezzem, ezzel az új izmussal, relativizmus, vagy más szót lehet talán rá mondani, Barsi Balázs az ember antropológiai átalakítása korának nevezi ezt a kort. Amikor megváltoztatjuk a fogalmakat, amikor azt hirdetjük, hogy nincs abszolút jó és abszolút rossz, attól függ, hogy nekem éppen most mi a jó, és kevésbé foglalkozom azzal, hogy a másik mit gondol, miért gondolja, ha engem nem érint, akkor hát ha neki így jó, akkor miért ne. Ez ellen Slakta Margit egész biztosan felemelni a szavát, hiszen ő soha nem volt közömbös, soha nem volt megalkuvó, hanem azt vallotta a krédójában is, hogy az igazság kérlelhetetlen és alkutlan. Kedves nővérem! Neked írok, aki könnyesen és gondterhelten állsz az új év küszöbén, és nincs pillanatod, amikor ne gondolnál bevonult atyádra, férjedre, fiadra. Ó, mit meg nem tenné, hogy biztosíts számukra ottkint a gondviselés védelmét. Hideg, eső, szél, ingovány, viszontagság, ellenséges golyó, kegyetlenség ellen. Ha nem érted ezt a védelmet úgy, hogy mindenképp abban a formában történjék, ahogyan azt te jónak látod, hanem rábízod a mikéntet az Úristenre, akkor biztosíthatod nekik ezt az isteni védelmet. Hogyan? Kérded. Sok módja van ennek. Akarsz a veszedelmek közepette szeretteidnek kettőzött isteni segítséget? Fogad szívedbe a mások sorsát, különösen azokét, akiket így szívedbe fogadnod nehéz. Fogadj szívedbe egy munkatáborost, akit a korszellem kizár a testvérközösségből. Merd ezeknek a halálosan komoly időkben szívedből kiűzni a közönyt, a szeretetlenséget, a gyűlöletet. Merd bent szíved legmélyén testvérednek elismerni azt a másik anyát és fiát. Merd befogadni fájdalmát, és hordani segíteni keresztjét. És merj tenni. Hangoztasd Krisztus örökérvényű igéit. Amilyen mértékkel mértek, olyan mértékkel fognak nektek viszont mérni. Az Úr is így fog cselekedni. Sújt vagy kímél, irgalmaz vagy elfordul, amint ti együttérzők vagy kegyetlenek vagytok. A magad személyében nem mehetsz a frontra, hogy saját testeddel fogd fel a tieidre mért csapást, de kiviszi oda értük felajánlott áldozataidat, irgalmasságodat, igazságszeretetedet az Úrnak angyala, és amit te cselekedtél más anya fiáért, az lesz a te gyermekednek védőpajzsa testi-lelki csapások ellen. És ha nem egyes emberre gondolunk, hanem nemzetre, amelynek egyik tömege a másikat védi vagy támadja, gyűlöli vagy szereti, akkor a nemzet ugyanúgy aratja a maga egésze, a maga hadserege, a maga nemzetteste számára azt, amit vet. Elveszthet vagy megmenthet egy egész hadsereget, elvesztheti vagy megmentheti saját magát.
Boldog új évet tehát neked, kedves nővérem! Boldog új évet neked, aki immár érted, hogy miképpen van boldog új évednek nyitja, titka saját kezedben. 1943. január 1-e. Margit testvér.